Sziasztok! Most egy rendkívül vidám kis történetet fogok elmesélni arról, hogy hogy kell a napi bevásárlás közben nyomulásmentesen gombás kávés emelem üzletet építeni. Múlott egy kicsit a szerencsén is a dolog természetesen, de szerintem nagyon tanulságos. Hát éppen elmentem az egyik elektronikai boltba, mert sajnos telefont kellett cserélnem. Az teljesen mindegy, hogy pont épp Black Friday volt. Amúgy nem is mentem volna erre a Black Friday-es mizériára, mert parkolóhelyet alig lehetett találni, tehát nem direkt azért mentem, de hát így jött ki. És hát kinéztem a telefon szépen, és akkor már utána hozta az eladó nekem, tehát mondta, hogy várjak rá, mert mindjárt jön vissza. És áldogálok, ugyanebben a pólóban, amint látjátok, és mit ad Isten abban a boltban, ahol voltam, az eladóknak ugyanilyen kék színű pólójuk volt, csak nyilván nem az volt rajta, hogy kávékirály.hu, hanem a boltnak az emblémája, meg a neve. És azt hiszem, hogy hárman jöttek oda hozzám, nem lát, négyen, nem tudom, hárman, de hárman tuti lett, hogy négyen is, hogy tudok-e nekik segíteni, és mondom, elnézést, nem itt dolgozok, és utána ők kértek elnézést, hogy jaj, tényleg nem olvastam, és de azt, vagy tudna nekem, így volt konkrétan, tehát az illető megkezdő, hogy tudok-e neki segíteni, és mondtam, hogy hát sajnos nem, mert nem itt dolgozok, elég megtévesztő vagyok ebben a pólóban, mert nem is gondoltam bele, hogy most itt pont mindenki ilyesmi színű kék pólóban dolgozik. Ha ezt tudtam volna, akkor nem ebben jövök. Aztán belegondoltam, hogy nem a fenét, nem. És mondta, hogy de mégis lehet, hogy tudok neki segíteni, mert nagyon kávéfüggő. És mondtam, hogy mondom, persze, nyilván segítek szívesen. A telefonomnak a szilikon tokjának a hátuljánál, meg a telefon között, tehát a tok meg a telefon között ott van mindig egy névjegykártya, hogy tuti, hogy legyen nálam. És azt kivettem és odaadtam neki. Utána, tehát ezután még ketten vagy hárman odajöttek hozzám, hogy tudok-e nekik segíteni, és elnézést kértem, hogy sajnos ebben nem tudok. Utána kicsikét szerintem, hát ha gyorsabban kapcsolt volna az anyám, de egyébként ez már nálam nyomulás, akkor mondtam volna, hogy nem itt dolgozok, de kávé ügyben szívesen segítek, hát legközelebb ilyen pofátlan leszek, és ezzel fogom folytatni, mert ötletet kaptam attól az illetőtől, aki így mondta nekem, hogy hát de végül is lehet, hogy kávéügynek tudna segíteni, és akkor utána hát ennyiben maradtunk, megnézi az oldalamat, ha keres, ha regisztrál, az ő dolga. De minden esetre, hogyha véletlenül ezt a videót megnézek, akkor nagyon köszönöm neki, hogy ilyen ötletet adott, és szerintem kiváló üzletépítő lenne, mert olyan szinten fordította át ezt az egész helyzetet, nekem nem jutott volna eszembe. Tehát én ugye aljas, előre megfontolt szándékkal, ugye ilyen pólóba megyek, nyilvános helyeken ilyen pólóba mutatkozok, mert miért ne? Mert nekem egyik márka sem fizet, hogy reklámozzam, illetve hát a DXN sem fizet a reklámért, hanem termékforgalom alapján fizet. Szóval az illető nagyon jó üzletépítő lesz szerintem, mert ilyen szinten így átfordította az egészet, tehát kiváló ötletet adott nekem. Nekem semmit nem kellett csinálnom, ugye az ember azért általában ruhát hord az utcán, amikor boltba megy legalábbis mindenképpen pólót fölvesz, úgyhogy ennyi. Hát nyilván ez egy ingyenes hirdető felett, már ugye azt az árat ki kell érte fizetni, amennyire megvetted, vagy megcsinálják rá ezt az emblémát, vagy éppen ami majd a te honlapod lesz. Hát ennyi nagyjából, szóval én semmit nem csináltam, én nem tettek semmiről, én csak bevásárolni voltam, úgyhogy hát ennyi, de mégis sikerült azért így az üzletet építenem akaratomon kívül. Úgyhogy legközelebb viszont ebből nagyon tanultam, csak itt lenessen itt a telefonálvány, mert annyi az új telefonnak. És amint valaki megkérdezi, hogy tudok-e neki segíteni, akkor mondom, ebben nem, viszont a gombás kávét nagyon szívesen ajánlom neki, és azonnal repülni fog a névjegykártya, úgyhogy hatalmas ötletet adott nekem ez a kedves úriember, aki megszólított, remélem meg fog keresni hamarosan, mert egy kiváló alkalom. Egyébként nem tudom, rengetegen, akár ebben a kék pólóban vagyok, ugye van még nekem azt hiszem, hogy igen, van még fehér, meg barna, meg piros, meg ilyen atléta is. Rengetegen valamiért eladónak néznek, nem tudom, de ott a boltban ráadásul sikerült úgy várakoznom, hogy közben így nézelődtem, és így néztem a vásárlókat, néztem a többi telefon, meg így szétnéztem a boltba. Valahogy lehet, hogy úgy viselkedtem, mint egy eladó, nem tudom. Pedig én nem szeretek eladni egyáltalán, nem olyan típus vagyok, ugye senki sem olyan típus, hogy emelem üzletbe születik, vagy azt akarja csinálni, nem ez van ugye előtte, mindenki tűzoltó akar lenni, rendőr, katona, vagy kukás, hogy a kukás autó hátulján utaztasson, még az én időben a gyerekeknek ilyen álma volt, senki sem üzletépítő akar lenni, meg eladni bármit is, de hát én mégis valahogy úgy tettem a boltba, nem tudom, így belegondolok, röhögök rajta, hogy mintha eladó lennék, aztán már nem győztem hova állni, utána már az volt a ciki, hogy láttam, hogy ahogy egy ember odajött hozzám, már a többiek is elkezdtek nézegetni, utána mondom, meg most az lesz a ciki,
hogyha direkt elkezdek másfele nézni, mint az emberek vannak, vagy elkezdem a telefonomat nyomogatni, mert akkor az olyan, mintha tényleg azt hinnék, hogy ott dolgozok, és letoljom nagy évben a fejüket, és nem akarok segíteni, úgyhogy már inkább azt mondtam, hogy nem, vagy inkább jöjjenek oda, mert már azt nagyobb cikinek éreztem, hogy így elfordulok, vagy nem tudom, már lassan így menekültem, tehát már valahol megszólítottam, majd mentem arrébb. Tehát ez is látszik, hogy lehet, hogy rossz stratégia, legközelebb pofát, átmegyek pofátom, és direkt ott fogok maradni, hogy hagyj, jöjjenek oda hozzám az emberek, aztán nyomatom ezt a rohadt emelem üzletet, amit mindenki utál. De mondom, már menekülőre fogtam, már mondom, ne szúr, mert nem is azért, hogy nekem ciki, hanem mondom, az embereket nem akartam zavarba hozni, hogy ott, de nem jó hozzáállás, tehát most átfordítjuk. Igen, lehet, hogy egyszer zavarba jönnek, de utána ez baromi jó lesz nekik, mert most az, hogy bemennek abba a boltba, az egy hétköznapi dolog, de az, hogy valakivel találkozzanak, ráadásul a kávé királlyal, aki megmutatja nekik a gombás kávét, meg esetleg a díszenüzetet, na hát ez kihagyhatatlan dolog, úgyhogy ezt legközelebb így fogom csinálni, úgyhogy most rengeteget tanultam ezen a mai napon. Remélem valamennyire ez a videó is hasznos volt nektek, úgyhogy köszönöm a figyelmeteket. Aztán, hogyha véletlenül azt látjátok, most igyekszek úgy, hogy bent legyen a kézben, tehát hogyha ezt az emblémát látjátok valakinek a hátán, az biztos, hogy én vagyok, úgyhogy nyugodtan gyertek oda hozzám segítséget kérni, maximum azt mondom, hogy nem ebben a boltban vagyok zöldséges, vagy nem tudom milyen műszaki eladó, hanem én vagyok a kávé király, és a DXM gombás kávé üzletet építem, főképpen online, offline pedig akkor, amikor éppen bevásárolni megyek. Na, köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!